Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, itt a Minimanó keddi szokásos live adása. És a mai adásban arra gondoltunk, hogy a mosható pelenkázásról fogunk beszélni. Ezt a témát járjuk körbe. Elsőre egy nagyon egyszerűnek tűnik. Most akarok mosni, nem akarok mosni, akarom védeni a környezetet esetleg kevésbé, de szerintem ennél ez egy sokkal mélyebb téma. Abból gondolom, hogy amikor az üzletbe ellátogatnak anyukák, és ez a dilemma felmerül, akkor nagyon-nagyon sok kérdés szokott felmerülni, és arra gondoltunk, hogy a mai adásban erre megpróbálunk válaszolni. Körünkben van most is Klári, köszöntelek. Sziasztok! És ugye hívtunk vendéget is. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Itt a már március óta szokásos minden keddi live adásunkban. Összegyűjtöttük nektek egy csokorba azokat a kérdéseket, amiket leggyakrabban felszoktatok nekem tenni itt a mosipelus használatával kapcsolatban. És én azt vettem észre, hogy reneszánszát éli ez a dolog. Egyre többen kérdezitek tőlem is, meg a boltban egymás között is hallom, hogy eszmecserét folytattok. Emiatt meghívott vendégünk, Kósa Kata itt van körünkben, aki azért én tőlem szerintem sokkal jobban beleásta magát ebbe a kérdéskörbe. Úgyhogy sok szeretettel köszöntelek, Kata. Nagyon sok mindenről beszélgettünk itt az adás előtt. Ha egy pár szót mondanál magadról, megköszönném, hogy egy kicsit megismerjenek a kismamáink is téged. Köszönöm szépen a szíves bemutatást, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy részt vehetek ezen a szuper keddi live adásban. Elsősorban hordozás kapcsán szoktak velem találkozni az anyukák, tehát hordozási tanácsadóként szoktam elsősorban jelen lenni a Nandu márka családnak a gyártójaként, de a Monapel termékcsalád, ami egy mosható nadrágpelenka magyar márkaként is szoktunk nagyon komoly tevékenységet folytatni így a mosható pelenkák népszerűsítésében, úgyhogy köszönjük a lehetőséget, hogy itt a mosható pelenkákról beszélhetünk, illetve nekem az a tapasztalatom, én is használtam mindenféle mosható pelenkát. A Monapel pelenka pont ezeken a tapasztalatokon, illetve az összes szülői és visszajelzés, családi visszajelzés alapján készült és fejlődött, és nyilvánvalóan nagyon sok kérdés merül fel, igen, én is azt gondolom ezzel a témával kapcsolatban. Engem még az anyukám biztos, hogy textil pelenkába pelenkázott, és hát a mosható pelenkáról mindenkinek alapvetően ez jut eszébe, hogy mennyire bonyolult volt ezeket a tetrapelenkát hajtogatni, meg kifőzni, meg nem tudom, mindenféle műveleteket végrehajtani velük, de hát ezek a pelenkák most már sokkal formatervezettebbek, minőségi, abszolút minősített alapanyagokból készülnek, szóval ezeknek már olyan előírásai vannak, amiket betartunk, ami abszolút megfelel a mai kornak és a modern előírásoknak. Úgyhogy ez az egyik ok szerintem, hogy egyszerűbb valójában, mint amit gondolunk a mosható pelenkák használata, de mégis néhány plusz információval sokkal-sokkal jobban ki tud tisztulni a kép. És amiért reneszánszát éli, amit mondtál, és mi is tapasztalunk, hogy egyre többen fordulnak így a mosható pelenkák felé, hogy ez egy egyszerűen környezettudatos megoldás. Ugye nagyon sok éve még talán nem ez volt a legfontosabb szempontja a mosható pelenkák használatának, de ma már ez az egyik fő ismérve, vagy a fő oka annak, hogy miért kezdik el ezt kipróbálni a családok. Ugye még vannak ezek az eldobhatós pelenkák között, még ezek az ökolebomló anyagú pelenkák is, és még ezek is szemetet gyártanak és termelnek. Míg egy-egy ilyen pelenka az alapanyagaik tekintve sokkal-sokkal kevesebb idő alatt bomlik le, mint egy normál pelenka, és nyilvánvalóan kevesebb szemetet is gyárt. Nyilván a plusz mosások okozhatnak még, ez szokott még a fő érv lenni, hogy nem is annyira környezettudatos, mert hogy hát
sokkal többet kell mosni, de igazából ez nem jelent sokkal-sokkal több mosást, vagy nem annyit, mint amit elképzelnek, tehát egy-egy második nap, vagy harmadik nap egy-egy plusz mosás, azért egy kisgyerekes családnál ez már nem annyira, nem azt nem szoros, hiszen, vagy legalábbis nálunk minden nap megy a mosógép, úgyhogy ez biztos, hogy nem szokott kizáró ok lenni, és nem is, ha öko mosószerekkel mossuk, akkor mindenképpen kevésbé beszélhetünk környezetterhelésről, nyilván a vízhasználat szempontjából ez fontos lehet, de most már azért a korszerű mosógépek megint csak nem használnak annyi vizet, úgyhogy semmilyen érvet nem tudok most már lassan mondani azért, hogy miért lenne kevésbé környezettudatos pluszba mosni egy-egy ilyen terméket. És ami még így anyagilag is egy plusz szempont szokott lenni így a mosható pelenkák mellett, mint érv, hogy gyakorlatilag több tízezer forintot meg lehet spórolni a gyermeknek a pelenkázásával, ha moshatóban pelenkázzuk, mint az eldobhatós verzióban. Ha hozzávesszük azt, hogy nem kell annyi ilyen egyéb kiegészítő terméket vennünk még az eldobhatós pelenka mellé, akkor mindenképpen akár még 100 000 forintot is elérhet. És ezek a termékek egyébként annyira tartós és jó minőségű gyártott termékek, amik akár több gyermek pelenkázását is meg tudja oldani. Tehát, hogyha testvér tudja örökölni, akkor akár még többet tudunk ugye spórolni ezeken a dolgokon. Tehát a két legfontosabb szempont, ami szóba szokott jönni, az a környezettudatosság, így szokott témává lenni, gyakorlatilag a moshatópelenka, és amikor elkezdik felfedezni, hogy mit is jelent ez a moshatópelenka, akkor kerül gyakorlatilag előtérbe, hogy ez anyagilag mennyire sokkal többet jelent. Ez, valaki mondta nekem, hogy egy családi nyaralás árát meg lehet spórolni, hát most annyira nem fókusz ez Magyarországon, de egy belföldi nyaralás árát bőven meg lehet spórolni, és reméljük nyáron lehet is utazni és kikapcsolódni, úgyhogy mindenképpen ez a két fő szempont. Ami miatt egyébként ezek a termékek kifejlesztésre kerültek, ezek nagyon prózai okból történt, nagyon érzékeny bőrű, a legkisebb gyermekem egy nagyon érzékeny bőrű gyermek, úgyhogy nála aztán mindenképpen fontos szempont volt, hogy csak kizárólag öko és minősített természetes anyag érjen a bőréhez, hiszen semmi olyan nem viselt el, ami vegyszerrel volt kezelve, vagy esetleg olyan festékkel volt festve, tehát tényleg nagyon érzékeny a babapopsi, és ez nem csak az én nagyon érzékeny bőrű gyermekemre, hanem minden újszülött babára igaz, hogy borzasztóan érzékeny a bőre, és nagyon vigyázni is kell rá, hogy ha lehet, akkor kizárólag természetes anyagok érintkezzenek a bőrével, a testápolók, a krémek, és mindenféle egyéb ilyen kiegészítő tekintetében is ez a legfontosabb, úgyhogy az a tapasztalat, hogy ennek a pelenkának a használatával gyakorlatilag egyáltalán nem pirosodik ki a baba popsi, és nincs szükség a pelenkakrémek használatára. Ha van is szükség, az nem mondom, hogy teljesen 100%-osan el lehet hagyni, ha fogzik a gyermek, vagy nyűgösebb, vagy beteg, akkor persze kipirosodhat, vagy ha olyan folyamatok zajlanak éppen a testében, ami egy kicsit savasabb produktumot eredményezne, akkor ez biztos, hogy előáll, de sokkal kevesebb pelenkakrém szükséges ennek a használatához, és nyilván én azt szoktam javasolni, hogyha lehet, akkor minél természetesebb anyagból készüljönnek ezek a pelenkakrémek, úgyhogy mindenképpen az érzékeny bőrűség is egy szempont szokott lenni, amikor a mosható pelenkák felé fordulnak a szülők, hiszen egészen más, hogy reagál a gyermek bőre. Ami még egy belejárója, egy plusz hozadéka a mosható pelenkák használatának, azon kívül, hogy tényleg környezettudatos, bőrbarát, és anyagilag is egy sokkal-sokkal jobb végösszeget hoz ki a pelenkázásáról, az összegéről a gyermeknek, az az, hogy igazából ugye azzal, hogy a pelenkába, ebbe a mosható pelenkába belepisil, vagy belekakil a gyermek, akkor azonnal visszajelzést kap a bőrén keresztül a gyermek, hogy mi történt. Tehát azokról a folyamatokról, amiknek ugye vége az, hogy pisi vagy kaki van a pelenkában, rögtön van egy visszajelzése a gyermeknek arról, hogy produktum van
a pelenkában, és ez azért nagyon lényeges, mert elkezdi megtanítani a gyermeket erre figyelni a saját teste, illetve ennek a pelenkának a használata arra, hogy ha valami történik a testében, és annak ez a következménye, akkor az azzal jár, hogy kellemetlenség lesz számára. Vagyis jelezni fogja a szüleinek nyilvánvalóan, vagy az arc kifejezésével, néha a hangjával, hogy itt most már ideje pelenkát cserélni, és ez fontos. És a szülők is elkezdenek egyébként máshogy figyelni, megtanulni a gyermekre, és sokkal előbb észreveszik, hogy kakil éppen vagy pisil, mint a másikban, ami úgy is reklámoznak, hogy elszívja a nedvességet, meg magjába zárja. Ez azonnali visszajelzést kap, hogy miért fontos ez. Ez azért nagyon-nagyon lényeges, mert ahogy közeledik az idegrendszeri érésben a gyermek a másfél-két éves korhoz, tehát amikor már egyáltalán a nappali pelenkázásról való leszokási időszakról beszélhetünk, tehát ugye beszélünk a nappali pelenkázás korszakról, meg az éjszakai pelenkázásról, ugye a nappali, az könnyebb kontrollálni, nyilván, mert ugye ébren van jó esetben mindenki, és képben van, hogy mi történik napközben, és a nappali időszak alatt lehet a legjobban megtanítani a gyermeket a pelenkáról való leszokásra, illetve követni a baba, illetve a kisgyermek nem annyira baba jelzéseit, és abból tudunk következtetni arra, hogy most már megérett arra, hogy bilire üljön, hogy a WC ülőkére szerelhető ilyen szűkítőre üljön, és el lehet kezdeni ezt gyakorolni, játszva gyakorlatilag, és egy nagyon komoly figyelemmel. És ez a pelenka nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mivel a gyermek ugye kapja a visszajelzést, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a jelzéseket, ezeket az idegi összekapcsolásokat, amit egy ilyen produktum visszajelzés megy az agyba, és most nagyon tudományosan mondom el, de a lényeg az, sokkal előbb le tudnak szokni a gyermekek a pelenkáról, a mosható pelenkák használatával, mint egy papír, eldobhatós papír pelenka használatával. Egyébként ezt valamelyik kiállításon tavaly hallottam egy idősebb hölgytől, hogy a papír eldobhatós pelenkát is magyar találta fel, és aztán egy magyar találmányból fejlesztette tovább egy híresebb pelenka márka, szóval, hogy az eldobhatós pelenkának is vannak magyar vonatkozásai, nem csak ezeknek a szuper magyar termékeknek, tehát mindenképpen fontos, mondjuk ő nem pont erre találta ki, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy előbb le tudnak szokni ezekről a pelenkákról a gyermekek, és ez nagyban megkönnyíti egyrészt ugye az óvodai, bölcsődei előkészítést, ez nagyon fontos. Ugye Magyarországon nem annyira szigorúan, de azért előszokták, vagy elszokták várni, hogy legalább a nappali időszakban szobatiszta legyen a gyermek. Most képzeljétek el, hogy Angliában az iskola érettségnek az egyik oka az, hogy pelenka nélkül szobatiszta legyen a gyermek, mert hogy már annyira kitolódott ez a pelenkás korszak, és már annyira nagy pelenkákat is gyártanak, mert ugye kényelmesebb sok szempontból ráadni a gyermekre a papírpelenkát, és néha kicserélni. De ezzel nagyon sokat vesztünk azzal, hogy végig tudnánk kísérni figyelemmel, és a kisgyermek sem tudja összekötni a saját testi folyamatait arról, hogy mi történik a környezetében, a külvilágban. Úgyhogy tényleg azért nagyon fontos, mert megtanít máshogy figyelni a gyermeknek is saját magára, illetve a testi folyamataira, és a szülőknek is máshogy figyelni a gyermekre, ami a leszokásban, a leszoktatásban tudja őket segíteni. Úgyhogy ezek igazából a legeslegfontosabb érvek, amit fel tudok sorolni így a mosható pelenkák mellett mindenképpen. Az lenne a kérdés, hogy most ez egy nagyon szép összefoglaló volt, de hogy egy picit menjünk bele egyenként ezekbe a kérdésekbe, tehát hogy mitől ökó, körülbelül mégis mennyi pénzt lehet megspórolni, maga a folyamata, mert ugye mindenkinek mi jut eszébe, mosni kell macera, ha kakis a perús, annak szaga van, hogyan tárolom, összemoshatom-e a apunak az ingével, vagy hogy történik ez a gyakorlatban, jó? Mert ez itt tök jó, meg én is élveztem, ahogy mondtad, de amikor van egy dilemma, hogy én ezt akarom csinálni, vagy nem akarom csinálni,
befektetek pénzt, mert ugye ez egy előre befektetés a mosatópelenka, a másik meg olyan havi szinten ugye elcsordogál, elfojdogál. Tehát, hogy ezt akkor nézzük itt szépen sorba, jó? És akkor próbáljuk megfejteni, nem tudom, Klári, te is írtál össze ilyesmi jellegű kérdést, nem szeretném elvenni előled ezeket a dolgokat. Igen, tehát kicsit szétboncolgatjuk most, amiket mondtál. Szerintem kezdjük azzal, hogy milyen típusú pelusok vannak, és hogy mi mire való, és akkor utána szerintem boncolgassuk az árat, meg hogy körülbelül mekkora beruházás kellene ahhoz, hogyha teljesen csak mosható pelusban gondolkoznánk, vagy esetleg csak kiegészítő eszköznek. Tehát hogy állnak össze, mert nagyon sokaknak ez is tök homályos, hogy így most van. Akkor mi az, hogy külső, belső, praktikus, állítható, nem állítható, úgyhogy szerintem kezdjük ezzel. Hibrid megoldás. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy hát otthonra ezzel elszüttyögök, tök oké, de ha elindulok valahova, akkor most kisarkítva a 6-os villamoson nem szeretném hordani magammal a csokis pelus, tehát hogy az szaglék, vagy akkor... Tehát ugye maga ez a gyakorlatban hogy működik, hogy mennyire szentségtörés, hogyha elmegyünk valahova, akkor mégiscsak van egy eldobható pelus csomagunk, illetve majd a gazdasági oldalról szeretnék majd belemenni, hogy az mekkora spórolás, amikor egyáltalán nem kell pelenka, ugye nagyjából egy ilyen 2 éves kor után, hogy az tiszta megtakarítást, ez így fejben számolgattam, amikor 2 éves kor után nem kell pelus, az ilyen minimum 100-120 ezer forint per év megtakarítás. Így van. És akkor még a popsik krémelt, egyebeket meg nem igen, is számoltuk. Igen, így van. Számoltuk. Tehát, hogyha ezeket nem adott hozzá még akkor is. Meg a játszótéri parát, az én gyerekemen még mindig van pelenka. Jó? Igen, jó. Csupa gyakorlati kérdés, ez teljesen jó. Ott kezdeném, hogy nyilván így az árazás az nagyban összefügg, hogy milyen pelenkákat kezdünk el használni, hogy mert most aztán már tényleg nagyon széles a spektrum, és mindenféle terméket lehet kapni, ez teljesen jól állapította meg a Klári, hogy ott megy a tanakodás, hogy akkor most mi különbség a két külső, pelenka között. Belső, hogy kell ezt használni. Én amit ide az asztalra tettem, ez azt gondolom, hogy a legegyszerűbb logikát követi, de aztán majd mondom, hogy milyen más verziók is vannak. Tehát van egy pelenka belső, amit a babára kell tenni, tehát ez kerül a gyermekre, ez fogja gyűjteni a napi produktumot, vagy éppen az aktuális pisit és a kakit, és erre kell rátenni egy külsőt, amin vízzáró réteg van, hogy ugye ne áztassa el a ruháját a gyermeknek. Tehát ez egy kétrészes dolog. Egy pelenka belső, ami a gyermekre kerül, és egy pelenka külső, ami a belsőre kerül. És azért mondom, hogy igazából ez a legegyszerűbb, mert a pelenkák kezelése és a készlet kialakítása, tehát hogy most hibrid megoldást használunk, vagy teljesen ezt használjuk. Ugye én viszonylag fiatalon vállaltam gyermeket, úgyhogy én nagyon nagy vehemenciával tettem bele magam minden ilyen öko dologba, és rögtön azt mondtam, hogy persze természetesen csak ilyet fogok használni, és mert hogy ez nagyon környezetbarát, és hogy ez nagyon fontos, és hogy ez milyen jó. De idősebben már azért sokkal több mindent látok, hogy azért nem kell feltétlenül nagyon végletekben gondolkodni, teljesen jó az a megoldás, hogy otthon mondjuk ezt használjuk, ha elmegyünk, vagy ha mondjuk a mama vigyáz rá, vagy mondjuk apa vigyáz a gyermekre, és még nem jöttek bele ebbe a mosható pelenkákba, de egyébként szerintem apukák nagyon klasszak, és ebben is tök jól belejönnek. Sőt, már láttam, hogy illetve kaptam visszajelzést a bölcsödei gondozás kapcsán is, hogy simán befogadnak bölcsödékben, nyilván előre jó tájékozódni, de simán befogadnak mosható pelenkákat is, és igenis elteszik így vödörbe, meg minden félébe, amit megbeszélnek így a szülőkkel, úgyhogy van nyitottság mások, meg más intézményekben is ezekre a dolgokra. Szóval ez a belső, ez a külső, ez egy kétrészes kombináció. Létezik olyan pelenka, ami is all-in-one pelenkának szoktak hívni, ami gyakorlatilag a belső és a külső össze van varva, és akkor úgy működik a használat, tehát úgy kell rátenni a gyermekre, ahogy az eldobhatós pelenkákat is. Ezek a pelenkák is teljesen jók, azonban a kezelése és a szárítása megkülönbözteti ettől, mert amikor ezt használod, akkor gyakorlatilag ezt mindig ugye mosni kell.
Azt szoktuk csinálni, ha nagyon pisis lesz a belső, akkor érdemes kiöblíteni. Ha kakis lesz, akkor el kell távolítani a darabos szennyeződést a pelenkáról. Ezt viszont nem szoktuk minden esetben kimosni, csak akkor, ha tényleg nagyon-nagyon pisis lesz, vagy nagyon kakis lesz. Tehát, hogy ezt viszonylag, ha úgy adódik, hogy nem történt nagyobb baleset a pelenkával, akkor akár rá lehet adni a következő alkalommal is. Tehát mi ebből szoktunk többet, és ebből kevesebbet tárolni. És amikor szennyeződés éri a pelenkát, tehát pisis lesz, vagy kakis lesz, akkor ha nagyon pisis lesz, kiöblítettük, ha kakis lesz, eltávolítottuk ugye a darabos szennyeződéseket. Sokan simán mosdó alá tartják, és nem kell hozzáérni igazából a kakihoz, de néhány embernek ez sem okoz problémát, és simán kimossa, mint hogyha valamilyen folt lenne a ruháján a gyermeknek, szóval ez is tök egyedi, hogy ki hogy reagálja le ezeket a helyzeteket. Mindent meg lehet nagyon higiénikusan is oldani, meg mindent meg lehet oldani nagyon gyakorlatiasan is. Úgyhogy ez is teljesen egyéni, és rá van bízva a családokra, hogy hogy oldják meg. És amikor elhasználódott egy pelenka, akkor én azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen szuper vödörbe, mint mondjuk, ami itt is van, egy műanyag vödörbe vizet teszünk, aminek van teteje, tehát ez nagyon fontos, hogy olyan vödör kell, aminek van zárható teteje, és jól egy zár. Egy újra nyílik ott. Igen, és mondjuk nem olyan egyszerű, mondjuk tesó ne borogassa ki, tehát olyan helyre kell rakni, nálam a mosógép tetején volt már a második gyereknek a vödre. Ez azért jó, hogyha könnyen nyitható, mondja másikban a perus van. Így van, igen. így van, úgyhogy nagyon fontos, hogy egy zárható, jól zárható ilyen műanyag vödörbe tegyük. Én enyhén necetes vödörvízbe tároltam addig ezeket a pelenkákat, amíg össze nem gyűlt annyi, amit be tudtam rakni így a mosógépbe. Ami programnyi, ugye? Tehát, egy 5-6 pelenkánál szerintem nem érdemes tovább várni, de ha úgy adódik, hogy kimarad egy mosás, akkor sincs tragédia, ha annál tovább tartjuk. Azért szoktam mondani, hogy olyan 5-6 pelenkát már érdemes kimosni. Egyrészt nem tudjuk, hogy kinek mekkora mosógépe van otthon. Nyilván a családosoknak már nagyobb szokott lenni, de azért 5-6 van mindegyik mosógépen ilyen kevés kilós mosás is, amikor kevesebb vizet használ. Tehát nyugodtan ki lehet mosni 5-6 pelenkát. Azért is, mert könnyebb szárítani egy húzamba kevesebb darabot, mint aztán mondjuk 20-at kimosol egybe, és akkor 20 pelenka szárad éppen. És pont a téli időszakban ez sokaknak mondjuk lehet, hogy nehézséget is okoz. Én a legegyszerűbb szárítási megoldásnak azt láttam, hogy vettem egy zokni csipeszt, és felcsipeszeltem gyakorlatilag ezeket a pelenkákat rá, és akkor vagy a fűtőtest közelébe, vagy valami meleg közelébe lehet rakni ugye télen. Én mindenképpen szoktam javasolni, bármilyen mosható pelenkáról van szó, hogy érdemes kitenni a levegőre. Az okni csipesz azért is jó, mert annak van egy ilyen kampója, úgyhogy ha valakinek nincs mondjuk erkélye, akkor is mondjuk valahova ki tudja akasztani mondjuk ablakba, ahol valamennyire még éppen tud maradni. És ez azért nagyon fontos, mert a levegő ugye átszellőzteti ezeket a pelenkákat, ez így a tartósága és a higiénia szempontjából nagyon fontos lehet, illetve a napfénynek van még egy olyan hatása, ami fertőtleníti és fehéríti a pelenkát. A legjobb fertőtlenítő és a legjobb fehérítő gyakorlatilag a napfény, és még a szűrt nap, tehát ez a szórt napfény is nagyon jó, ami még ebben a télies időszakban is van, tehát akkor is érdemes. És az se baj, ha megfagy a pelenka, mert hogyha behozod, akkor sokkal gyorsabban szárad meg. Tehát én mindig javaslom, hogy egy ilyen átszellőztetés mindenképpen menjen meg, valamennyi fajta napfény mindenképp érje a pelenkákat. Hány fokon mosom a pelusokat? Lehet nagyon magas fokon is mosni, hiszen fogja bírni az anyag, nem fog elöregedni, de azért itt a comb részeknél, ami ugye azt szolgálja, hogy minél jobban ráigazodjon a baba lábára, van benne gumi, vagyis érdemes olyan hőfokot választani, ami nem teszi tönkre idő előtt ezeket a gumis részeket. A külsőben is vannak gumik, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy 40-60 fokon simán ki lehet mosni, ugyanúgy, mint ahogy a babaruhákat mossuk, tehát nem igényel extra különleges fogásokat. Ha foltos lett a pelenk, akkor érdemes hozzá mellé tenni ezt a foltisztítót, de a napfénynél semmi sem jobb fehérítő hatású, úgyhogy bármilyen anyateljes barna kakifoltot még a ruhákból is kiszed. Anyatejnél, hogy mi az a legkisebb gyermek, aminél lehet használni? Most nyilván a köldök csonklását, az oké.
Mert itt is van, ahol méretek vannak. Így van. És van olyan, ami meg állítható. Tehát ez is egy külön fajta. Így van, így van. A méretezés is egy nagyon fontos kérdés. Ugye attól függ, hogy ki mennyire elszánta a mosható pelenkák használatában. Van, aki már azt mondja, hogy már a kórházba visz magával mosható pelenkát, mert az nagyon-nagyon fontos, hogy már rögtön abba kerüljön a baba popsia. Nyilván figyelni kell, hogy ez a newborn, tehát az újszülött méretnek már megfelelő legyen. Mi ebben a kétrészes megoldásban, tehát hogyha más termékekről van szó, akkor léteznek ezek az újszülött kiadású mosható pelenkák, ezek is nagyon jók, és ezeket tényleg már el lehet kezdeni újszülöttkortól, tehát nincs így limit, hogy hány kilótól, meg hány éves kor, vagy hány hónapos, hány napos kortól lehet használni. Én azt szoktam ebben a két részes változatban javasolni, hogy elég csak a pelenka belsőnek a betétjét beletenni a külsőbe, és akkor egy egész pici csomagot tudunk elérni. Tehát, hogy az egyméretes pelenkáknál is meg lehet oldani azt, hogy nem használod az egész pelenkát, hanem beleteszed egy egészen picire állított külsőbe. Mert ugye, amit itt mutogatok pelenkát, ezek egyméretes pelenkák. Ez azt jelenti, hogy vannak rajta patentok, és lehet kisebbre állítani. És ezek azért tudnak gazdaságosak lenni, mert ahogy elkezdődik a pelenkázási korszak, egészen a végéig tud tartani, tehát mondjuk ez a termék... Ez egy beruházás. Így van, ez egy adag beruházás, és ez 14 kilóig jó tud lenni a gyermeknek. Nagyjából akkor szokott, azért ez nem minden gyermeknél, hiszen nagyon nehéz lenne teljesen egyforma mindenkire jó pelenkát találni, de azért 14 kilósan már általában el szoktak indulni a leszoktatás, tehát a pelenkáról való leszokás felé a gyermekek, úgyhogy addig mindenképpen jó szokott lenni. Sok telefont meg megkeresést kaptunk egyébként nagyobb vagy sérült gyerekek kapcsán is, és náluk is nagyon jól bevált az összes ilyen mosható pelenka használata, hiszen az ő idegi fejlődésüket is nagyon jól támogatja. Tehát léteznek ezek az egyméretes megoldások, ami ugye több időt át tud hidalni így a pelenkázásban, és aztán vannak a méretes pelenkák, amiknél oda szokták írni a gyártók, hogy hánytól hány kilóig javasolt, és akkor figyelni kell a váltásokat, hogyha valakinek mondjuk az kényelmesebb. Ugye az szokott lenni, hogy a méretes pelenkák mindig arányosan kisebb csomagot csinál a baba popsiára, míg az egyméretes, ez egy picit nagyobb csomagot csinál a baba popsiára, tehát ez is igazából a szülők döntése, hogy melyik szint. Az állítható méretű. Így van, így van, az tehát állítható méret. Megoldás, és akkor van a másik, amit kinőtt, félreteszek, és veszek egy következő méretet, adag, így van. Stb. Ez egy költségesebb megoldás, van, viszont arányaiban olyan kompaktabbnak tűnik. Igen, igen, igen. Meg az öltöztetésnél is szerintem van jelentősége, így mert van. Lehet, hogy akkor nagyobb méretű ruhát kell rögtön a babára adni, tehát baromi hamar kinövi mondjuk a 62-es badit, mert rögtön ugrani kell a 68-asra így a csomag van. Miatt. Így van, a csomag miatt. Sokan tehát meg szokták kérdezni, hogy nem zavarja ez a babát például, hogy ekkora bumszli van a popóján. És akkor még jöttem idefele, gondolkoztam ezen, hogy mit lehet erre frappánsan mondani. Hát ugye minden, az újszülöttnek minden vicc új, tehát hogy igazából neki önmagában nem fogja zavarni, hogy plusz csomag van. Ez még mindig kisebb, mint a klasszikus, tehát amiben mondjuk engem pelenkáztak. Vannak még emlékeid, hogy... Természetesen. De mindenképpen láttam ilyet annak így idején, van, így van, így van. Hogy azért az egy jó nagy csomag volt. Így tehát van. Tehát a textilpelenka az összes kis tartozékában is tettek betételt, megkötve, háromszögre, ilyen nejlon őrület. Tehát muti. Tehát az se kisebb. Nem. Sőt, ugye ez azért mondtam, hogy ez ugye forma tervezett, tehát ez egy jóval modernebb formát követi a testvonalát. És amíg Klári megköti a klasszikus tetrapelenkát, addig elmondom, hogy gyakorlatilag nagyon nagy haszna is van, hogy ekkora gyakorlatilag ez a pelenka, hiszen az újszülött babának, mint ahogy minden újszülött kortól minden szerve, így a csípő ízülete is fejlődésben van. És az, hogy egy terpeszben tartja a gyermek lábát, ez a pelenka, vagy bármilyen, amit a lába közé hajtogatsz anyagból, mint ahogy most a Klári is csinálja,
Ez egy enyhe terpeszben tartja a baba lábát, és ez pont az egészséges csípőüzelet fejlődése szempontjából egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy nem baj, hogy itt a lába között lesz anyag, és nem tudja teljesen összenyomni, hiszen pont, hogy jó, emiatt sokan enyhébb ortopédiai eltérésnél néhány ortopéd orvos javasolja is a mosható pelenkák használatát, mert nagyon jól... Maga hordozásot is ez a békatartás. Így van, tehát javasol, a hordozás... Tehát, hogy valaki nem hordoz, de mégis van ilyen problémája, vagy félelme, akkor... De igen, akár már a mosható pelenka, de a terpeszperenka is pont ugyanezen Hát az nekem olyan nagyon inkvizíciós eszköznek tűnik a terpeszperenka, egy nagyon kemény betét. Így van, az egy nagyon kemény betét. Így van. Dúsztolós, nejlonos. De sokan még előír, fölírják, hogy azt használják. Viselni. Mi azt szoktuk javasolni, hogyha fontos, hogy véletlenül se tudja összenyomni, akkor ki lehet még betéttel párnázni ezt a részt, és akkor mégiscsak puha dolog van a lába között, és mégsem tudja összenyomni. Úgyhogy még azt a terpeszpelenkát is, hogyha tényleg nagyon nem fontos, hogy pontosan a terpeszpelenkát használjuk, hanem az, hogy terpeszben tartsa a lábát, akkor ki lehet párnázni. Akár ezzel a tetrapelenkával, mert ugye azt is lehet kombinálva használni. Ugye itt ez a sok-sok szép pelenka, ezt mind-mind lehet használni. Plusz betétként is a bármelyik pelenkába, hogy éjjelre mondjuk, mert ugye nem beszéltünk az éjszakai pelenkázásról. Sokan félnek attól, hogy kibír-e egy éjszakát egy ilyen pelenka. Mert ugye az a rémálm a minden szülőnek, amiatt kell felébredni, hogy áthúzni, átázik a hálózsák, így van, eddig. Így van, és akkor, na mindegy, szóval ne ragozzuk. A lényeg az, hogy tud nagyon kellemetlen lenni, hogyha a pelenkát kell cserélni, de pont azért nagyon szoktuk szeretni, és azért is favorizáljuk mi ezt a praktika dolgot, mert ez a betéttel együtt 5,5 decit tud felszívni nedvességben, tehát ez nagyon sok. Tehát így pisiben az tényleg sok, és amikor még nagyon pisilős... Így van. Tehát, hogyha nagyon pisi... Ha nagyon sok pisilős időszakában van, tehát hogy változó szokott lenni, ugye, hogy melyik gyermeknél melyik korszakában jön el, akkor is egy plusz ilyen betéttel, tehát a benne lévő plusz még egy betéttel, vagy egy belehajtott tetrapelenkával, vagy bármi, ami szívja a nedvességet, gyakorlatilag szárazon át lehet vészelni az éjszakát, szóval, hogy nekünk ez a tapasztalatunk, hogy simán működik ez éjszakára is. De nyilván ez is minden, mint minden, és itt a hordozásban is mindent a fokozatosság szerint szoktam javasolni. Mondom, most már kicsit idősebb vagyok, mindenképpen a fokozatosság híve vagyok, tehát mindent érdemes kipróbálni, hogy mennyire működik, mennyire válik be mindenkinek, hiszen nem vagyunk egyformák, ami ezért az egyiknek... Ezért nektek is próbapakkotok. Így van, ezért is hoztunk létre ilyen próbacsomagokat, mert azt láttam, hogy nem az a... Nekem semmiképpen nem célom, hogy mindenkit a mosható pelenkára rá beszéljek, mert nem az segíti a családokat, hanem az segíti a családokat, hogy olyan megoldásokat kapnak, amik működnek. És ehhez, hogy ki tudjon derülni, hogy egyáltalán működik ez a megoldás, vagy számukra megfelelő a mosható pelenka, ezért csináltunk ilyen próbacsomagokat, amin nem kell gondolkodni, hogy hány külsőt, hány belsőt kell venni, hanem van egy mini csomag, ami gyakorlatilag egy pelenkázásra, meg egy váltásra jó, tehát van benne két belső, egy plusz betét, hogyha mondjuk újszülött babának szeretnék kipróbálni a pelenkát és egy ilyen külső, akkor így ezt így ajándékba is simán lehet adni olyannak, aki érdeklődik, de még bizonytalan, hogy belevágjon-e, és akkor így lehet érezni, hogy mit jelent kimosni, mit jelent egy ilyen pelenkát feladni a babára, mennyire bonyolult, hogy és érzi magát benne. És most nyerni is lehet egy ilyet, így van. Szuper csomaggal készültünk, tehát itt a Klári majd föl fogja tenni a kérdésünket, és akkor ha helyesen tudtok válaszolni rá, akkor ki a helyesen válaszolók között ki lesz sorsolva egy ilyen kis csomag, ami itt található, amit elmondtam itt. Illetve van egy egynapos kezdőkészlet is, ami mi azt szoktuk mondani, hogy nagyjából 5-6 pelenkát használ el egy gyermek egy nap, és ahhoz készítettük össze a csomagot, tehát van benne ennek a belsőnek 5 darabja betét, illetve a hozzávaló 3 külső is, hogy biztosan egy napot így át lehessen fogni, ki lehessen próbálni egy napot.
Úgyhogy a bizonytalankodóknak, akik még nem teljesen döntötték el, hogy akkor nekik ez beválik, és ez mindenképpen szeretnék, mindenképpen javaslom, hogy egy egynapos készletet, ha nem is a Monapár, de egy másik szimpatikus pelenka csomagot állítsanak össze, próbálják ki, esetleg meg lehet ismételni ezeket a próbálkozásokat, ha nem lett rögtön szerelem a dolog. És akkor abból le lehet vonni a következtetések, hogy ez most bejön, nem jön be, lehet kérdezni, szóval itt is mindig a Kláriéktól is, a boltban is, illetve tőlünk is, illetve minden gyártó nagyon szívesen válaszol ezekre a kérdésekre, főleg, hogy mindenki home office-ban van, ez különösen fontos, és szoktunk gyorsan reagálni is ezekre, tehát tudunk válaszolni is. Nagyon sok kérdés merülhet fel a tekintetében, hogy melyik fajta termék tud jó lenni, de én azt mondom, hogy a puding próbálja az evés, máshogy nem nagyon derül ki, tehát nem is az a cél, hogy mindenkit rábeszéljünk, hanem az, hogy elindítsunk afelé, hogy megbízhasson magában annyira a szülő, a család, az apuka akár, hogy kipróbálják, hogy milyen ez. És hogy ez tényleg beválik, akkor lehet bővíteni a készletet. Ehhez is készítettünk csomagokat, tehát hogyha az ötös számban gondolkodunk, tehát hogy öt pelenkát használ el egy gyermek, akkor csináltunk ötös, tízes, húszas belső csomagokat, amik csak a pelenka belsőt tartalmazzák, és akkor ezeken lehet bővíteni a készletet. Az szerint, hogy hány naponta akarunk plusz mosni. Tehát, hogyha mondjuk van egy 20-as belső készletünk, tehát 20 darab ilyen pelenka belsőnk, és mondjuk 5-6 ilyen külsőnk, ez azt jelenti, hogy minden harmadik nap kell egyet pluszba mosni. Tehát ez már egy viszonylag kényelmes dolog, és így még mindig 100 000 alatt vagyunk egyébként, ha már itt emlegetted az anyagi beruházást, mindenképpen ez alatt maradunk. Nyilván, hogyha méretes pelenkákat választunk, tehát minden méretéhez a gyermeknek választunk pelenkát, ugye akkor is meg kell venni méretenként ezeket a készleteket, az nyilván nagyobb befektetés és nagyobb kiadás tud lenni, de mindenképpen az is sokkal-sokkal többet számít, és sokkal kifizetődőbb, mint az eldobhatós verzió, és ahogy mondtam, a fokozatosság elvét követve lehet kombinálni is. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy éjszakára működik ez a mosható, akkor éjszakára lehet még megtartani az eldobhatóst, akkor egyet ki lehet próbálni, hogy működik, nem működik. Ha valaki bevállalós, akkor el is viszi magával. Nyilván a 3-4 ilyen pelenkát magával hurcolni az embernek, az nem olyan nagyon egyszerű, de meg lehet oldani, léteznek pelenka zsákok, amit lezárva tudsz tartani, és akkor biztosan nem jön ki a szag, hiszen azért használva vannak van némi illatanyag is, vagy szaganyag, ami távozik ezekből a pelenkákból, szóval ez sem kizárók. Már láttam ilyen hordozható mosógépet is, ami ilyen kis picike valami, amit a nagyon mosható pelenka rajongók, illetve használók magukkal visznek mondjuk egy ilyen belföldi nyaralás alkalmával, ami egy ilyen apartmanos, tehát tényleg mindenre van már megoldás, úgyhogy de azt is teljesen meg lehet érteni, ha valaki mondjuk a repülőre, még amíg lehetett repülni. A fő különbségek, tehát ugye megint csak azt mondja, a mi vásárlóink, érdeklődőink otthon ülnek, látnak egy fotót, meg egy másik fotót, van csodálatos PR duma leírva a pelenkák mellé. De hogy képzelje el a valódi különbséget, mint például a külsők között, ugye ennek nem rossz, hogyha átszellőzik, tehát hogy ne dunsztolódjon be. Tehát, hogy mik a minőségi különbségek, mire érdemes odafigyelni egy kiválasztásnál? Így van. A belsőnél mindenképpen fontos, hogy természetes anyagból készüljön, tehát lehet ez len, kender, pamut, tehát nagyon sokféle anyagból lehetnek. Mindenképpen jó, hogyha van valamilyen tanúsítványa, tehát legalább ökotanúsítványa rendelkezik az anyag, léteznek bio tanúsítványa rendelkező alapanyagból készült belsők is, ezek is nagyon jók, nyilvánvalóan attól függ, hogy ez pénztárcában is megjelenik, hogy egy ilyen árkülönbség, tehát nyilván a bio pelenkák többe kerülnek.
mi is törekedtünk arra, hogy minél természetesebb, minél egyszerűbb megoldásokat válasszunk, és lehetőleg Magyarországról szerezzük be, úgyhogy ez egy olyan alapanyag, amit például Magyarországon szőttek és bolyhoztak, tehát ez tényleg egy magyarországi előállítású alapanyag, amit mi használtunk. A külsőknél nagyon fontos, hogy ha olyan terméket választunk, ami mondjuk tépőzáras, de mondjuk ez a belsőkre is igaz, akkor milyen minőségű a tépőzár? Tehát ezeken a pelenkákon például orvosi minőségű tépőzárak vannak. Mondja, nem jó minőségű tépőzárok hamar bolyhosodnak, előregednek, meg igen, így van. Babá. Fontos, hogy le legyen kerekítve, hogyha kemény is a tépőzár, akkor a lehetőleg legyen benne lekerekítés, tehát ne szúrja semmiképpen se a babát. És fontos lehet még az, hogy milyen minőségű maga, vagy milyen minősítésű maga a külső. Ugye itt is vannak COMEC biominősítésű külsők. Ezek pool anyagúak, tehát általában pool jelzést szoktak, ezt a három betűt, a PUL-t szokták használni így a külsőknél. Ez jelenti az, ez egy olyan tulajdonságú anyag, ami a levegőt átereszti, de a nedvességet nem. Tehát ezek nagyon fontosak. Ugye az fontos, hogy átventiláljon, mert akkor bedúsztoljuk a saját. Így van, így van, így van. Ezek nagyon fontos milyen dolgok. Gyakran kell cserélni ezt, mert ugye az eldobható pelenkákban benne van az a jó kis mérgező anyag, az az ultramag, de teszi a dolgát. Tehát, hogy megfogod, a felülete tök száraz, érzed, hogy tudom én, 40 deka, itt azért visszanedvesedik. Ugye így tudjuk, van, hogy így a van. Pisi az steril, egy darabig utána elkezd bomlani, csodálatos módon. Kell ezt gyakrabban cserélni, mint mondjuk egy normál, hát most már normálnak számít az eldobható. Így van, perus. Így van, most már az a normál. Hát erre azt tudom mondani, hogy nyilván figyelni kell, és a baba jelzéseit, mert nyilván, hogyha kispisi van, azt kevésbé fogja jelezni, és nem is feltétlenül kell. De valaki minden egyes ilyen szoptatás előtt, szoptatás után minden egyes alkalommal cserél pelenkát, biztos, ami biztos alapon. De van, amikor csak, ha tényleg kicsi pisi jutott bele, akkor elég csak a betétet kicserélni, és akkor beleteszel egy másikat. Még a kakiról jutott eszembe, hogy sokan használnak kakifogó kendőt. Ez egy ilyen papírbetét tulajdonképpen, amit bele tudsz tenni, és akkor nem kell hozzáérned a produktumhoz, csak összefogod és kidobod. Formázott céklet esetén működik csak. Igen, tehát, igen, így van, így van. Széttacsant a buli, akkor... Vannak ilyen megoldások, de amikor már a hozzátáplálás elkezdődik, akkor azért már produkálnak szilárdabb székletet is a gyermekek, úgyhogy akkor már nyilván lehet, és van értelme használni ezt a papírfogót. Úgyhogy igazából nem tudok konkrétan azt mondani, hogy többet kell, vagy kevesebbet kell, mert ez mindig szülőfüggő, hogy ő neki mi fontos, hogy egyáltalán ne legyen pisiben, kakiban a gyermek, vagy milyen gyakran cserél. De mondom, 5-6 pelenkát szoktak elhasználni. Nekünk ez a tapasztaltunk, hogy 5-6 pelenka. Aztán van persze az, hogy nagyon pisis időszakában, akkor lehet, hogy 7-8-ra is felmegy. Meg de lényeg az, hogy nem kell, de tehát, hogy arra kell figyelni, hogy nem szabad sokáig benne tartani a produktumban a gyermeket. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ez a kakinál, az eldobhatósnál is így van, mert azt azért nem szívja el. Úgyhogy, de a pisinél is fogjuk látni, hogy nem komfortos, nem úgy viselkedik, nem úgy jelez a gyermek. Szóval nagyon jól, szerintem nagyon jól megtanítja a szülőt is figyelni a gyermekre, hogy követi, hogy mi, nagyon sok szülő már tudja, hogy mikor fog pisilni a gyermek tényleg. Mert annyira de benne vannak a ritmusban. Azért jó, mert amikor ugye a leszoktatásnál van egy ilyen kritikus pont, hogy mikor ültessem a bilire a gyereket. Így van. Tehát, hogy ha tudjuk, hogy körülbelül mi a ritmusa, akkor nem órákig ücsörög rajta, hanem a normál ritmusába toljuk alá a bilit, vagy ültetjük rá a WC-ülőkére. Így van. Tehát amikor látod rajta, meg érzékeled, hogy na most az esélyes, hogy most lesz valami, akkor rá lehet csalogatni vagy a gyermeket. Vagy azok a ráutaló jelek, toporog egy picit, vagy vannak ezek a
Igen, elbújik a szárító alá, igen. Keresi a kuckós. Igen, vagy tépdesi, vagy fogdossa. Valami általában egy ilyen kis pótcselekvéssel. Igen. És akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy máshogy pisilnek a lányok, meg máshogy pisilnek a fiúk. Ezeket a betéteket lehet hajtogatni, úgyhogy a lányok inkább lefelé pisilnek, tehát a pelenka közepe felé, a fiúk inkább előre pisilnek, és akkor lehet úgy hajtogatni például ezeket a pelenkákat. Mert hogy dupla ultramagot. Így van, így van, lehet ebben játszani is, hogy a fiúknak mondjuk ide előre hajtogatom, vagy a lányoknak inkább duplára hajtom, és az aljába teszem a pelenkának. Szóval, hogy ez tényleg nagyon sokféle pluszt tud adni, és akkor akár még azt is meg lehet úszni, hogy egy pelenka betét cserével, tehát nem is kell az egész pelenkát cserélni, hanem csak a betétet. Úgyhogy azért is jó mondjuk plusz betéteket tartani így biztonság szempontjából, de egy sima tetrapelenka összehajtogatva is teljesen jól megteszi. Nyilván ebben van egy ilyen netszívóbb mag, tehát hogy ez azért sokat magába tud szívni, maga a betét is, de simán jó bármilyen netszívó anyag is. Mivel készültem, Klári? Milyen kérdés? Én most a játékra szeretnék visszatérni egy mondat erejéig, amit Kata említett, és hoztál nekünk, illetve hát a kisorsolandók és kezdő mini csomagot. Az elején, hogyha figyeltetek, akkor azzal kezdtük az adásunkat, hogy mi az a két legfontosabb szempont, ami miatt reneszánszát éli a mosható pelenkázás. És hogyha ezt megválaszoljátok, akkor ezek közül fogunk a helyes válaszadók közül kisorsolni csomagot. Figyeljétek az oldalunkat, és majd amikor felbukkan a kérdés, akkor kérjük szépen, hogy válaszoljatok rá. Ez itt a játék miatt volt fontos, hogy ezt megbeszéljük, illetve amikor rákérdeztem, hogy hány fokon kell mosni a pelusokat, és látom, hogy közben futott is ilyen kérdésbe, hogy a szárítógépet azt ugye nem javasoljuk a szárítógépben, igen, van a szárítógép használatát. Minden olyan, ami gumis dolog, ami ugye azért kell, hogy felsimuljon ugye a baba lábára ez az anyag, azt nem annyira jó mosható, tehát a szárítógépbe tenni, mert ugye ha van egy nagyon, tudom, hogy már vannak nagyon korszerű szárítógépek, és nagyon alacsony fokon is tudnak szárítani, azzal érdemes kipróbálni, de ha magas hőfokon szárít, akkor semmiképp nem javasoljuk a gumis részek megtartásai, és az élettartama miatt ezeket, de például a betétet simán lehet szárítógépben is szárítani, hiszen ebben nincsen semmilyen gumis rész, és biztos vagyok benne, hogy van olyan pelenka, aminek mondjuk ezeket a csónakos pelenkákat szokták hívni, amit mondjuk bele kell patentolni. Igen. Hát inkább egy ilyen pool külsejű anyagba bele kell patentolni egy betétet, és ezek is tudnak méretesek lenni, mint ahogy itt is vannak. Azokban el tudom képzelni, hogy a betét részében ugyanúgy nincsen gumi, és akkor azokat mondjuk lehet szárítógépbe mosni. Tehát én ezeket így választanám szét, hogy egy-egyben nem mondanám, hogy nem lehet mosni szárítógépben, ami gumis elemeket tartalmaz, vagyis összehúzható, vagy összeugrik, azokat nem javasolnám, ami meg nem tartalmaz ilyet, azt meg nyugodtan bele lehet rakni a szárítógépbe, hiszen ezek az anyagok tartósak, és bírják a magasabb hőfokot is. Volt olyan kérdés, itt félszemmel így a monitorra néztem, hogy azt mondják, hogy nem jön ki, tehát főleg az anya teljes kaki, hogy megfogja teljesen. Ugye erre van-e valami praktikád, hogy ne járjon így a vásárló érdeklődő, hogy tényleg olyan kellemetlen, nincs az a tisztaság érzet, hogyha van benne az a kis enyhecsík. Igen. Egészség. Hogy igazából az lehet, hogy ami olyan lett, és hiába teszünk hozzá mondjuk foltisztítót, és nem akar mondjuk nagyon kijönni, akkor hozzá lehet tenni még egyszer a mosáshoz. Szóval én kimostam még egyszer. Tehát nem csináltam volna ügyet, nem jött ki, visszatettem a mosásba, és még egyszer kimostam. Szóval igazából ez is annak a kérdése, hogy hogyan oldjuk meg a gyakorlatias dolgokat, de marhaepe szappannal át lehet kezelni. Vannak ezek a kefefejjel bíró foltisztítószerek,
Ebből is van olyan, ami ilyen bio-öko vonal, tehát nem kell feltétlenül így van, a így drasztikus, van. Nem kell hipózni. Nem akarok márkát mondani, hogy milyen igen. fehérítőszer hoztunk egyébként ott az igen, a... Igen, igen, tehát léteznek olyan foltisztítószerek, amit lehet alkalmazni. Ha nem sikerült elsőre, szerintem másodikra biztosan tud ez működni, illetve amit mondtam, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a napfény az gyönyörűen kiszedi, tehát az ugyanúgy bármilyen babaruhát, ha nézzünk, a paradicsomfoltól az anyateljes kakiig, ugye a fehér rugdalózón is ugyanez a problematika. Kezdőszülőként szinte csak fehér rugdalózót vettem a gyereknek, mert nem tudtuk, hogy fiú vagy lány lesz, és akkor hát azért gyakran baleset érte. Főleg a fehérből még mindig jobban ki lehet szedni a szennyeződést, mint van. Egy vajszínűből. Így van, úgyhogy igazából nem kell félteni az anyagot, mindent elbír, tényleg, még a egyszeresebb dolgokat is, de nyilván szoktunk törekedni arra, hogy azért megtartsuk a baba szempontjából a minél kíméletesebb megoldásokat, meg ugye a környezet szempontjából is fontos, hogy olyan termékeket használjunk, ami lebomlik a természetben, ugye a víz, a vizeinkben. Úgyhogy simán kétszer ki lehet mosni, ki lehet rakni a napra, ha mázlink van télen, akkor effektíven napsütés által is, de még a szórt napfény is sokat-sokat szokat segíteni ezen, de tényleg simán ki lehet mosni még egyszer, és akkor ez megoldódik. Nagyon ez a szabad az időre, azt hittem, hogy itt ez egy extra rövid adás lesz. Nézzük meg, hogy milyen kérdéseid vannak rá, és akkor ráfordulunk majd még a én szerintem nagyjából beszéltünk mindenről, ami nekem fel volt írva. Én azt szeretném kérni, Kata, hogy erősíts meg abban, hogy én általában a kismamáimnak azt szoktam tanácsolni, hogy legyen itt a fejükben ez a mosipelus kérdés. Nem biztos, hogy rögtön az első két hétnek a kérdésköre lesz ez. Tehát amíg összeszoknak a picóral, hazakerülnek a kórházból, a napi 6-8 pelus mellett, ugye annak kellene az x-szerese ahhoz, hogy váltó legyen, nem 1000%, hogy rögtön az első hét kérdése lesz. Onnantól kezdve, hogy már van egy napi rendünk, tehát van alvás, éjszakai alvás, legalább egy pár óra egy húzamban, és úgy nagyjából van egy délelőtti, meg egy délutáni alvás, tehát amikor már egy kicsikét összerázódtunk a babócával, akkor ha nem is teljesen az összes pelenkázást, hanem mondjuk a napközben itt azt kezdjük el vele, és akkor fokozatosan lehet átállni, és nyilvánvalóan azért ez egy költségesnek tűnő beruházás elsőnek, de ugye ezt már itt kiszámoltuk, hogy azért hosszú távon megtakarítást jelent. El lehet kezdeni így, hogy szépen aprólékosan, viszont amiről beszéltünk, hogy a leszoktatásban olyan borzasztó nagy előnyt élvezünk, hogy tényleg a végén derül ki, hogy az egész pelusozási időszakban egy nagy megtakarítás lesz, csak lehet ezt fokozatosan adagolni. Így van, így van. És én ezt is szoktam javasolni és tanácsolni, hiszen nagyon sokan érdeklődnek, tehát nagyon széles a közönség, hogy kiknek jut eszükbe egyáltalán az, hogy a mosatópelenkát elkezdjék használni. Nem biztos, hogy mindenkinek elsőre szerelem lesz, úgyhogy én azért mondtam azt, hiszen tényleg más jellegű figyelmet és más jellegű napot igényel, és én sem szoktam feltétlenül rögtön az újszülött kortól javasolni. Ha valaki persze természetesen így elszánt, hogy ő már így kezdi, akkor nem szoktam lebeszélni senkit erről, de nyilván amíg az összerázódás, meg minden egyes nyöszörgés, meg babahang, meg nem tudom, mindenféle különleges figyelmet igényel a szülőktől az első időkben, amíg az összeszokás, az összehangolódás nem történik meg. Én azt szoktam mondani, hogy 4-4,5 kilótól érdemes nekiállni ennek a dolognak. Az ugye korban már ez elhagytuk a 6-7-es kort úgy nagyjából. Tehát két hónap múlva kb. Két-három hónaposan hónap. Szerintem senki nincs elkésve. Akkor kezd neki ennek a dolognak, és akkor is így egy-egy napra kipróbálni. Ez, mivel ez egy anyagi befektetés, így apával biztos meg kell ezt beszélni, ezeket a beruházásokat, és szerintem az apukák is sokkal jobban veszik azt a
módszert, hogy próbáljuk ki egy nap, nézzük meg, hogy ez működik, nem működik, hogy működik ez nekünk, és aztán lehet bővíteni azt szerint, hogy mennyit enged a pénztárcánk a különböző készleteket. Ugye érdemes, hogyha, ahogy mondtad, teljesen jól így a nappalra koncentrálni elsősorban, és aztán tud segíteni majd, ha merészebbek vagyunk, és belejöttünk a fogásokba, akkor éjjelre is. Én azt szoktam mondani, hogy érdemes tartani egy tiszta pakkot, tehát 5-6 tiszta pelenkát ugye a pelenkázó környékén, hogy kéznél legyen. Ugye egy adag biztos lesz a vödörben, ami készül a mosásra, és egy pedig legyen a szárítón. Úgyhogy egy olyan 15, ha már 20 belsőről beszélünk, meg 5-6 külsőről, az már tényleg ez egy már kényelmes készlet, és még mindig 100 000 alatt vagyunk árban. Úgyhogy nem olyan, így elsőre kimondva persze sok, de ha elkezdünk számolgatni, hogy mennyit takarítunk meg vele, az már sokkal-sokkal nagyobb számot hoz, mint ez az egyszerű befektetés. Képzeljük ezt az óriási szeméthalmot, amit termelünk. Igen, így van, illetve apukákat nem terheljük a reggeli munkába menettel, hogy akkor most dobja ki az aznapi adagot. Meg nem felejtjük elhozni, hogy akkor hoztál pelenket? Igen. Tehát ezek már apáknak már rögtön meg is éri a dolog, hogy kevésebb. Már letudtuk előre ezt a dolgot. Jó, oké, eladtad nekem a projektet. Nézzük, gyorsan átfutjuk a kérdéseket, jó? Hogy mik vannak, itt még egyre fut szalad a kép nekünk, de mindjárt megnézzük, hogy ha megállítjátok, akkor nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. Tehát, hogy ha van műszálas betét, Noémi kérdezi, mivel érdemes mosni, mosódióval vagy mosószódával. Pármosás után gyakorlatilag taszítják a nedvességet, vagy más lehet a gond, vagy Hát érdemes megpróbálni valamilyen folyékony mosószert, vagy megpróbálni ezt a mosódiós, mosószódás verziót. Én is azzal mostam egyébként, én mosószódával mostam az első adagot, most már egy ökó folyékony mosószerrel mosom. Meg ez egy műszálas betét. Műszálas betéteket, igen, de elvileg ki lehet mosni azokat is, úgyhogy, de nyilvánvalóan én a természetesség híve vagyok, tehát érdemesebb szerintem valamilyen természetes anyagot választani, de nem, szerintem ki lehet mosni azokat is, esetleg váltani, tehát nem a mosódiót, nem a mosószódát, hanem egy normál mosószerrel meg kéne próbálni, hát ha azzal működik. Nem tudom, milyen termék, melyik műszáláról van szó, úgyhogy így nehéz konkrétan válaszolni a kérdésre, de biztos vagyok benne, hogy ha váltasz valamilyen másik mosószerrel, még kicsit így erősebb, vagy más hatást kelt, mint a mosószóda, vagy a mosódió, akkor azt is ki lehet mosni, de ha lehet, akkor én inkább a természetesebb anyagok felé keresném a megoldást. Itt azért azt, hogy tegyük már hozzá, hogy én tudom, hogy kering mosti pelús neten ittottam ott, és ilyen olcsó, és olyan olcsó. Nagyon sokszor azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy minél természetesebb egy anyag, annál drágább. Ami fotón nem jön le. Ami, vagy nem jön le a fotón, vagy hogy ugye elsőnek azt gondoljuk, hogy fú, hát ez jó az a olcsóbbik, de azért azt tudni kell, hogy minél nagyobb a pamut tartalma valaminek, annál drágább. Sajnos az drágább. És hogyha már ökominősítés, meg mindenféle bevizsgálás van, vagy tényleg olyan természetes anyag, akkor bizony, vagy ha nem a jó öre Kínából jön, hanem magyar alapanyagból. Így van. Akkor az megint egy picit drági, de meghálálja később tartó. És most azért ebben a világban mindenképpen fontos az, hogy amit tudunk, azt így saját határainkon. Mert az is egy ökolábnyom, hogy Kínából ide utazik. Így van, és mi minden alapanyagnál azért keressük a magyar lehetőséget. Oké, Timi kérdezi, hogy lassan 4 hónapja mosi pelúszik napközben. Ilyen még nem mertek kipróbálni, mert nagyon jól alszik. Hogy van-e tapasztalata abban, hogy bekavar-e az alvásba, hogyha tehát leváltja a pelús, mert nyilván akkor, hogyha ott elereszt egy picit a szimering, akkor ezt érezni fogja, és akkor hát nyilván az nem annyira kényelmes. Igen, hát ebben az jelenthet biztonságot, hogy rá tudod adni nappal is úgy, hogy bármilyen mozgást hajt végre, akkor nem mozdul el, vagy nem,
nem ló ki, tehát hogy tényleg a figyelemmel kell lenni, hogy hogy adjuk rá ezt a pelenkát a gyermekre, de ha úgy érzitek, hogy nappal már ez így működik, és tényleg nem ázik át a gyermek nappal sem, akkor szerintem simán meg lehet próbálni éjjel. Tehát, hogyha nappal jól viseli a gyermek ezt a pelenkát, ti tudjátok használni, akkor éjjel semmi akadálya annak, hogy kipróbáljátok. Úgyhogy szerintem nincs így különleges tudnivaló éjszakára. Ha tuti akarsz lenni, akkor még egy betétet beleteszel, és akkor biztos, és akkor abból lehet tudni, hogy mennyire működik, hogy aztán megnézed, hogy reggel mennyi pisi jutott bele. És hogyha úgy érzed, hogy a két betét is teljesen elázott, akkor nyilvánvalóan jó, hogy beletetted. Ha nem, akkor legközelebb lehet, hogy elég lesz egy is. Úgyhogy szerintem figyelni kell, hogy mi sikerült a pelenkába, és felkészülni, amire lehet. Úgyhogy szerintem nyugodtan ki lehet próbálni az éjszakait is pelenkával. Vivit egyre jobban meggyőztük, köszönjük neked, vagy hát igazából magadnak köszönt, hogy jól látom, itt jönnek a megfejtések. Jönnek a megfejtések. Nem itt fogjuk kisorsolni. Nem itt fogjuk, nem, hanem figyeljétek az oldalunkat, és de itt van, kezünkben van már, igen, a kisorsolandó. Mondjuk, elhozta Kata. Jó, megpróbálom összefoglalni, mit értettem meg pasiként ebből az egészből, jó? És akkor nagyjából akkor vége is lesz itt a műsornak. Tehát, ha valaki bátor és hajlandó egy pici energiát beletenni a mindennapjaiba, akkor van alternatíva, hogy nem szeméthegyeket termelünk, hanem van egy nagyon jó öko megoldás, a mosható pelenkák, ezeket különböző műszálas anyagoktól kezdve a legmenőbb öko anyagokig meg lehet vásárolni a legkülönbözőbb márkában, a legkülönbözőbb fazonban. Itt ugye két fő irányt jegyeztem meg, ugye van, amelyiknek állítható a mérete, és van, amelyiknek ugyanúgy mini, midi, és akkor így megyünk fölfelé, ott ugye több beruházást igényel, többször kell neki futni, míg itt ilyen átpatentolós módszer van. Fiúknak, lányoknak különböző módon tudjuk hajtogatni a belső betétet, újszülött korban meg csak a külsőbe betétet rakunk, és akkor ez is oké. Okay. A külső pelenka rész az a jó, hogyha az nedvességet nem engedi át, ad abszurdum, szellőzik, meg különben bedunsztolódik. A baba folyamatosan nézzük a visszajelzéseket, mert úgy az van, hogy a gyerek érzi már, hogy bepisült, tehát hogy valamilyen verbális kommunikáció az lesz a baba irányából, és ez nagyban segítheti a leszoktatás időszakában, a peluső leszoktatásnál, a bilizést, egyebeket, tehát hogy együtt tudunk így kicsit mocologni így a babával. Ha valaki nem annyira bátor, akkor vannak kezdőcsomagok, azt mondjuk, hogy nem, azonnal vegyen valaki néhány százezer forintért pelenkát, viszont nagyon sok pénzt meg lehet takarítani akkor, hogyha még 2 éves korban mondjuk leszokik a gyerek, mert ugye ott már ilyen 80-90 forint, 70 forint az akcióba egy darab pelus, és hogyha csak 3-at számolunk, ugye az is napi 240 forint, ugye föl lehet szorozni viszonylag könnyedén 30 nappal, hogy, és az 12-vel, hogy ez egy évben mennyi olyan pénzt adunk ki, amire totálisan semmi szükség nem lenne, mert azt megúszhatjuk. A mosásnál akkor nem kell aggódni, betophatjuk a mosógépbe, és addig ecetes vízbe áztatjuk a pelust. Mit hagytam ki? Szerintem perfekt volt. Okay. Köszönöm. Abszolút ötös. Nagyon figyeltem a mosható pelenkánál, hogy tudjatok vizsgáztatni így a végén, de akkor úgy látszik, hogy így átmentem ezen a vizsgán. Mindenkinek még van egy egy kérdés befutott még. Gyapjú pelusra. Ja, igen, a gyapjú pelus. Az ugye természetesség szempontjából azt nagyon szeretik, ugye annak más a kezelése a gyapjú pelenkáknak. A gyapjú pelenkák eleve egy picit drágábbak, de azt gondolom, hogy nagyon jó megoldás lehet. Ugye a gyapjú az speciális melegnek, anyag. Igen,
ki, máshogy kell mosni a gyapjú pelenkákat, tehát ott figyelni kell ugye a hőfokra mindenképpen, hogy ne menjen össze, tehát igen. Ha valaki már mosott gyapjú pulóvert ki, akkor az tudja, hogy rögtön egy pár számot össze. És azt a szárítóba tuti nem lehet. Igen, azt a szárítóba tuti nem lehet. Hát meg a 60 fokot is felejtsük el szerintem. Igen, 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 tehát ott tényleg a nagyon kímélő mosásra kell koncentrálni, és ott lanolinnal szokták ápolni ezeket a gyapjú pelenkákat, úgyhogy annak tényleg egy nagyon-nagyon különleges, vagy legalábbis ehhez képest ez a nagyon egyszerű verzió, az már egy kicsit különlegesebb verzió, erről érdemes. Ajánljuk akkor. Érdemes tájékozódni, de aki a gyapjú barátja, az szerintem fogja tudni hasznosítani. Nagyon szuper. Kata, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ebben a minőségben is, ugye hordozásán már voltál, majd meglátjuk, hogy milyen svájci bicska vagy, hogy mivel vagy még szakértő. A nézőknek is nagyon köszönöm, hogy újból minket választottatok és néztétek. A folyamatos lájkokat nagyon köszönjük, köszi a visszajelzéseket. Továbbra is várunk témajavaslatokat tőletek, mert érdekel, hogy tényleg mi az, amit ti szeretnétek látni, hallani, mi megpróbálunk hozzá szakértőt találni, vagy megtanulni a témát, és akkor mi ketten a Klárival, vagy valamelyikünk felkészülni, és akkor feldolgozni a témát, és újra együtt veletek. Decemberben is lesznek a keddi live-ok, találkozunk jövő héten újra 17 órakor itt a laptopok, monitorok és telefonok előtt. Köszönjük a figyelmet, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!